Üdv mindenkinek, GLaDOS29-en vagyok, és még ha magában nem lett volna elég nehéz a portál, van hozzá egy új mod, mégpedig a Thinking with Time Machine, amivel most játszani is fogok, mégpedig kifeléje, méghozzá New Game. Mert, igen. Nem tudom, hogy milyen lesz, azt látom, hogy kicsit át van scriptelve a játék, szóval próbáltak egy új játékot létrehozni azzal, hogy egy modot kreáltak hozzá. Úgyhogy valami nagyon jóra számítok, ugyanis nem egy, hanem több emberke is írogatta, hogy itt van ez az új mód, ki kéne próbálnod, ha már egyszer portál is. Beszarok, ez így nem folytatja. Ez a kettő vége. Még jó, hogy kivittem. Mert most ez portal warning, és akkor nem tudnám vinni. Igen, ez volt a kettő vége. What? Plot twist! GLaDOS, elromlott! Nem működik! Nem tudom, látod ezt? Fuck! GLaDOS! Elromlottak a kivetítők, meg minden kutya fasza. Nem tetszik? Látjátok, mennyire laggol, úgyhogy úgy gondoltam, kivágom ezt az egész szegmens, és akkor odavágunk, ahol már az intro, meg tutorial megy, meg talán már annak vége is van, mert annyira rosszak voltak a filmbelátásra, nem tudtam róla valamit, hogy elnézést kérdez éppen, de így nem most folytatjuk akkor. Csat, mert nem akartok a laggot szerintem, kise. Nem, még nem vesszük föl. Látom, hogy ez nem csak a portál fegyver. Igen. Igen. Ja. Igen. De nekem eszembe jut, hogy... What?! I'm gonna like this! Na, közben egy kicsit szembarátságosra tettem a játékot, hogy ne süljön ki az agyam. Jaj, nekem! Akkor álljunk neki még egyszer. Tehát, felveszem, megnyomom. Csak a rossz gombokat nyomtam eddig is egyébként, semmi probléma nem volt a logikámmal. Én kikérem magamnak. Igen, ráállok. És F-et nyomok. Na jársz csak vissza. Adlám. That logic. Oh my god, it's so good. Gyerekek, köszönöm szépen az ajánlást. Ez egy állati dolog. Hála Istennek, hogy nem vettem le 720p-re a játék felbontását, hogy én ne lássam a számokat. Yeah, it sounds so strange. Portálozható felület. Oh god damn it! Most jön az, hogy neki állok portálozni. Tudjátok mit? Vannak itt tutoriálok. Először meg kéne tanulni, hogy hogy működik ez. Utána nagy pofáskodni, igaz-e? Na! Mucca magad! Igen, kaptam egy ilyet. Azt mondom, hogy felveszem. Azt mondom, hogy össze-vissza futkározok. Szóval azt mondom, hogy F. Miért csinálnék ilyet? Nem értem. Miért lenne az nekem jó, amit most a kis csávókám elmutatott? Oké, tehát... Rekord. Ezt. Meg ezt. Hagyok magamnak egy pár másodpercet, hogy átérjek. És playback. És mehetek. Zsír! Hát ez valami állati. Hova? Jó, megyek a kövi szintre. Gondolom, azért tűnt el. Úristen, olyan jó, hogy ez ilyenekkel fönntartják a játékot. És még tökröződik is a föl... Beszarás. Mit akarsz tőlem? Tudtam, hogy te itt leszel. Na. Oké, most már tutoriálom nincs. Gondolkozz el, hülye gyerek. Hát jó, akkor gondolkozok. Én és az agyam. De vicces egy dolog ez.
kettő, azaz kettő darab olyan kéne. Tehát az egyik az egy kocka assembly, a másik én leszek. Nem! Hogy jutok ide föl magamtól? Sehogy! És csak egy kocka létezhet. A másik én leszek. Jó. I don't fucking know what should I do now. Bár I guess addig próbálkozok, amíg valami nem jön össze. De így nem fog menni. Igen, összeszerelem magamnak, meg oda rakom. Odaállok. De kéne egy harmadik én is, hogy följussak ide. Mennyi időm van vajon? Oké, na nézzük. Gyere ide énem. Pattanj föl rám énem. Fönt vagy énem. Ott az énem. Itt az énem. F. Pattanj föl énem. Menj fönn a ténem. Még egyszer. Pattanj föl énem. Fönn van az énem. Ide jön az énem. Odafut az énem. Rámegy az énem. Mi nem? Jaj de, oké. Oké, ez a mód nagyon vicces. Mármint érzem, ahogy az agyam dolgozik, de nagyon vicces. Mit kéne művelnem magammal? Lehet, hogy nem volt jó ötlet lejönni onnan. Ide kocka kell. Kocka. Nem akarom. Gyere vissza. Kell lesz nekem. Jó, jó, de ez egyszerű. Folyamatosan, oké, ott van. De miért kéne nekem bármi is? Hála Istennek! Látjátok, azért ez is kell, hogy ne komplikáljam túl a dolgokat. Zenét hallok. Na ne! Ne! Van egy storyline-unk! Meg minden! Test chamber-ökkel, meg kutya fasza! Hát ezt én élvezni fogom, nagyon, nagyon élvezni fogom. Ki mondta, hogy ez egy mod, ez egy különálló játék. Deja vu van. Kérem a kockámat. Először is. Jó. Itt vagy. Nincs itt a... What? Mr. Boreal, istenem, itt vagy, te kin vagy a felszínen, és Kleiner azon dolgozik, hogy eljusson hozzátok, mi a fasz csinálsz itt? Kratos? Kratos? Ez itt nincs jó helyen! Nem tudom, feltűnt-e, ez itt nem jó hely. De mit csinálsz? Ha valakinek nem esett volna le, ezek a kóp robotok beszélgettek éppen. GLaDOS! Szóval GLaDOS ki van lőve. Miért is van GLaDOS ki lőve? Egy pillanat. GLaDOS-kám, le van esve a felsőd. A Fire Extinguisher-öd, meg a Main Core kezelőfelülete, ez a felső rész. Nem zavar? Minden oké? Okay? Jó, akkor megyek tovább. Hol volt a két teszt alanyka? A két robotka? Azt mondták, hogy valami új kamerákat fogok most tesztelni, mert más dolgom úgy sincsen, de hogyha kitalálja, akkor megőrülök. Mi van? Na mindegy, menjünk tesztkamerákat tesztelgetni.
Bazd meg, másik irány. Itt vagytok. Ká? El vagytok? Minden oké? Okay? Reméltem is. Gradosi Merchants is shutdown keep on. Az előbb itt voltak. Vaj. Mi ez? Vaj. Hoppá. Find time machine back to január 20, 21, 23, 59, 57. Január. Jó, megyek! Valami történt a képernyőn is, sejteni merészelem, hogy valami kinyílt itt is. Ugye? Ajánlom, hogy a másik oldalon egy nyitott ajtó várjon, különben nagyon mérges leszek. De hogy lehetsz ekkora szarzsák? I mean seriously, miért kell nekem ezen túlesnem? 362. nap, még mindig keresem a megoldást. Az érrendítens kis fejemmel úgy gondoltam, hogy vicces lenne újraindítani ezt. Hát nem jött össze. Viszont ki tudtam nyitni az ajtót. Ja. Visszajön. És hol talál... De az előbb a kezembe volt egy time machine. A szoba lett. Kirakta el. Kidugta fel a seggébe! Egy time machine-t keresek. Január 20-ára kell mennem. Itt van a kezembe. 21-e van. Miért nem megyek vissza? Bár mondjuk ez kicsi time machine. Ez csak 16 szeket tud visszamenni. GLaDOS, már megint be vagy baszva. És most kivételesen nem magamra értem. How should I deal with this shit? I can't deal with something like this. Itt nem arról van szó, hogy baj van, hanem konkrétan nem tudok átmenni. Konkrétan nincs kiindulási pontom. Nincs portálozható felület. Ó, hülye barom. Na. Ezt a gondolkodást még szoknom kell. Ez még nagyon friss. Vaj. What are you doing for me? Alright. Egy kell oda, egy meg... Na! Fú, de ravasz! Rekord. Így. Köszi. Vissza. Kösz. Engedd el. Jó. Elvileg nem kell több minden. Elvileg ennyi elég. Sőt, már én se kellek. Tökéletes. Mi röpköd a szobámba? Ká, semmi. Halucináltam már megint. De valami itt van előttem. Nem létezik, hogy nem. Mutasd magad! Jó van. Akármi is az, most nem fogok vele foglalkozni. Fontos dolgaim vannak a jövőben és a jelenben és a múltban. Bazd meg. Hát ez remek. Merre? Erre. Ez rossz ötlet volt. Érzem! Haó! Miért? Vladó... Na, ne legyetek gonoszak. Oké, let's say that... Az egyik énemnek lent kell lennie, és elkapnia a kockákat, amíg én fönt vagyok és dobom le neki, vagy fordítva. Értettem. Jó. Akkor én leszek az, aki ledobja. Rekord. Egy. Kettő. És a harmadik. Tessék, kérem, jó mulatást! Mehet. Oké, megy. Köszi. Jön a második. Köszi.
És itt a harmadik. Köszönöm! Meg kell valljam, hogy nagyon kreatív a dolog. És ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy ha nekem ilyen sokáig tart megoldani, vagy egy embernek sokáig tart megoldani, akkor mennyi időbe telhetett, míg valaki ezt az ő zseniális elméjével kitalálta? Mellesleg megjegyzem, ehhez már tényleg nagyon sok ész kell. Köszönöm szépen, de nem kő. Tudok ugrálni. Te jóságos a csúsz! Imádom ezt a játékot. Imádom. A kedvencem. A kedvencem, ha mondom. A kedvencem. Hát arra nem megyünk. Azért, mert én azt mondtam. Elindulunk először erre. Gondolom, ugyanott kötök ki. Tudtam. Hogyan? Jó. K. K. Megyek már. Rekord. Magamra ugrok, és föl. És most itt vagyok egy kicsit. És kimegyek magam alól. Megvallom, egy picit pontatlan. Én nem pont odaálltam, hanem... Várjunk, összerakta nekem? Assembly kész? Remek. Ez azt jelenti, hogy... vannak kockáim. Apparently hazudtak nekem. Csak nem értem, miért hazudnának egy ilyen szép embernek, mint én. De! Nem hazudtak! Itt van egy. És mondjuk, hát mi legyen a sorsod? Ah, kösz szépen! Oké. Kapok még egyet automatikusan. Egyébként azt akarom, hogy... hogy így. De simán át lehet dobni, nehogy már ne tudja akkor átdobni sel. Akkor neked mi legyen a sorsod? Különben tök jó az, az új kocka. Egyébként, nagyon tetszik. De neked mi legyen a sorsod? I don't know. I just don't fucking know. I just don't know. Vidd még egyszer, tudod innen vinni? Igen, tudja. És ezt végtelenszer megismételhetem, ugyanis megvan, hála Istennek megjegyzi a rendszer. Na. Én nem kezdje dolgozni? Aktívan? Csak aktívan. Tő. Egy. Itt van. Remek. Köszönöm! Nem is ide kellett volna, hanem igazából oda. De mivel csak itt tudom átadni, ennél így is jó volt. Na most vigyük át akkor arra az oldalra. Na ez az, amivel problémák lesznek, baszd meg. Hát ja, így nem. De hogyha így. Akkor igen. De tök mindegy, mert... Oké, áthozom. Bazd meg, nem... Na, még egyszer. Különben mekkora időt... vihetek vissza? Átadom. Ott átveszem. Mondjuk, hogy beviszem... oda. Várjunk! Egyszer... kétszer... Ez nagyon vicces lesz, ha megcsinálom, basszátok meg! Hogy jutassam át azt... Nem tudom, hát mind a két oldalon csak azt kell csinálni, amit... Na jó, tudjátok mit? Jolóba, úgy csináljuk, ahogy én akarom, nem ahogy a játék kitalálta. Vili? Vili! Átvettem. És mondjuk azt, hogy lerakom egy adott kockára, mondjuk ide. És amikor ezt csinálom, fölveszem. Aztán viszem. Átrakom ide. 3, 2, 1. És elengedem. És most F-et nyomok. Hova raktam? Erre a kockára. Jó. Tehát valahol itt fogom fölvenni. Itt. Jön az énem. Eljátsza, amit én.
Nem, nem veszi föl, Istenem! Ugyanazt az energiát leadja a fegyver és nem tudja fölvenni. Megcsináltam. Átdobtam. Ez azt jelenti, hogy át tudom még egyszer. Na gyere csak ide. Ott csináltam. Dobtam egy jó nagyot. Egy jó kosaras nagyot. No! Miért adtok nekem portál helyeket, hogyha nem tudom használni? Mi értelme van neked? Mi értelme van neked? Neked meg a mögöttem lévőnek. Miért vagytok ti itt? Semmi, nem tudom őket használni. Van köztünk egy force shield. Vagy kívül használom őket, vagy belül. 100 éves dolog, vagyis logika. Vagy itt, vagy ott. Nem tudom őket kihozni onnan, és nem tudom innen oda vinni. 500.999.999 százalékban biztos vagyok benne, hogy nem így kell csinálni. De a jólósokat mindig is elítélték szóval. Kurva anya. Mi az Istent kezdjek veled? Amit jelenleg csinálok egyébként, az már nem is a... Nem is a, hogy is hívják, ba tartozik a gondolkodásba. Hanem amit most csinálok, az jelenleg már csak a játék trükközése, meg a hasonló glitcheknek és elbaszásoknak a kihasználása. Amiből egyébként észrevételem szerint kikult kevés van. Legalábbis eddig. De egyszerűen nem tudok megoldást találni, és annyira annak a szélén vagyok, hogy nézek valakinek a végigjátszását, hogy rájöjjek arra, hogy mit kéne csinálnom, vagy mi az, amit kihagyok, hogy az valami eszméletlen, tehát ennyire még nem voltam határon. De annyira nem akarom, mert ez is egy végigjátszás, basszátok meg, és nem hiszem el, hogy ennyire hülye vagyok, hogy nem jövök rá valamire, ami biztos vagyok benne, hogy annyira azért nem komplikált. Különben Istentől kérek bocsánatot, hogy bazd meg, nem tudok időben gondolkodni! Lehet, hogy csak az én logikámmal van probléma, de nem fogom tudni átvinni. Ennyi, megakadtam. És addig itt fogok tökölni, amíg rá nem jövök. És bármennyire is kínzó ez, nekem is és nektek is, nekem azért, mert csinálni kell. Nektek azért, mert végig kell nézni. A következő részben folytatni fogom. És most én itt fogok maradni, felvételen kívül, és addig fogok dolgozni ezzel a szarral, amíg meg nem találom a módját, hogy innen átvigyem oda. Úgyhogy következő részben a megoldással folytatjuk. Sziasztok!